Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi most az ő szív üzenete? Mit szeretne jelenleg közölni veled? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. Ennek a díja 4000 forint. Először is megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Ő áll most a középpontban, figyelgeti az eseményeket, tervez valamit, és befolyásolja a dolgokat. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Ez a ravasz róka utalhat egy rossz döntésre. Utalhat egy negatív gondolatra is, mint például én ezt szeretném megvalósítani, de ebből úgysem lesz semmi. Persze, ez a ravasz róka jelenthet egy más személyt is a környezetében, aki figyelgeti őt, aki rosszat akar neki, aki becsapta őt, de mivel ez a kártya a gondolataiban jelenik meg, ez arra utal, hogy ő ennek tudatában van. És most megtekintjük az érzelmeit. Ez a medve jelenti az erejét, a belső erőt is, a hitét, a bizalmat, hogy lesz egy új irány, megváltoznak a dolgok, hisz abban, hogy minden jóra fordul, és védeni tudja magát ez ellen a hamis személy ellen. Mit fog közölni veled? Az ő üzenete. Itt látható a levegő eleme, tehát ő kilép ebből a helyzetből, bebizonyítja magát, lesz a könnyűség, közeledik hozzád, és lesznek beszélgetések. Mi az, amit ő mondani szeretne, de nem közli veled? Ez a fa jelenti a biztonság érzetét, hogy ő nálad le tud gyökerezni. Megtalálta a helyét. Itt kivirágzik valami, gyümölcsözni fog valami, meg lesz a türelem, és ő tudja azt, hogy neki nálad van a helye, de ő ezt nem mondja ki. Amit a fa még jelent, a gyógyító erő, és hogy ő rendezi majd a dolgokat. Hogy lát téged? Itt a felhő az jelenti azt, ami átláthatatlan. Ez olyan, mint egy fátyol. Tehát nem tudja az, hogy te hogy állsz hozzá, hogy mi a te terved, mit szeretnél közölni vele, nem tudja azt, hogy te szereted-e őt, vagy sem. Kicsit bizonytalan. Vagy olyan helyzetben vagytok, ami téged bizonytalanít el, és ő így lát téged, hogy nem bízol 100%-osan benne. Mi köt össze benneteket? A hold, az álmok, a vágyak, az elképzelések, és a hold azt is jelenti, hogy van egy lelki kapcsolat kettőtök között mély érzelmekkel. És ez volt, ez az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!